Így ünnepelték tavaly májusban a másodosztályban megszerzett bajnoki címet és a feljutást a Topolya játékosai, és az őket minden meccsre elkísérő szurkolók. A Blue Betyárs nevet viselő Drukkel csoport tagjai már nagyon várják, hogy újra a lelátókról nézzék kedvenceiket. Nagyon nagy örömmel fogadtuk azt, hogy nem húzták túl sokáig el ezt az zártkapus dolgot, és ott lehetünk a mérkőzéseken. Pályán kívülről mi most is buzdítottuk már a múlt fordulón is a csapatot. Az újvidéki proletár ellen hál' Istennek már bent lehetünk a lelátón, és hát tudnivaló, hogy nekünk a klubban nagyon-nagyon jó a viszonyunk. Mi megpróbáltuk ezt korrektan kezelni a klub felé, ők pedig még talán tőlünk is ez a jobban álltak hozzá a dologhoz. Úgyhogy nagyon-nagyon jó az együttműködésünk, úgyhogy minden megy úgy tovább, ahogy idáig is ment. Egyáltalán nem volt ez kérdés se a részünkről, se a klub részéről, hogy az együttműködés továbbra szépen folyjon. A topolyai szurkolóknak az újvidéki proletár elleni vendégszereplése is ingyenes autóbuszjáratot biztosít a klub vezetősége. Palágyi Szabolcs vezérigazgató szerint sokat számít a lelátókról érkező támogatás. Fontos számukra az ő támogatásuk, a játékosok számára fontos, mert úgy érzékeljük tényleg, hogy mérkőzés közben az ő buzdításuk, valamint a mérkőzés után, amikor játékosaink kimennek hozzájuk és megtapsolják őket, ez valahogy mindenkibe ébreszt egy nagyon jó érzést, és én azt mondom, hogy minden klubnál a szurkolók részesei kell, hogy legyenek ennek az érzésnek, ennek a klubfilozófiának. Az újvidéki proletár elleni mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik. Szabó Zoltán együttese ezúttal is a három pont megszerzésének reményében lép majd pályára a tartományi székvárosban.